Adományzásmentes világnappal kapcsolódott össze a Moson-Magyaróvári Egészségfejlesztési Iroda első roadshowja. Magyarországon a dohányzás okozta megbetegedések és halálozások még mindig vezető helyen állnak a statisztikában. Szájüregi és gégerákos megbetegedésben dobogós helyen állunk. Szerencsére már a legkisebbek is hallottak a dohányzás veszélyeiről. Rebeka például állítja, ő sohasem fog cigarettázni. Az, hogy nem egészséges, és még az, hogy tönkreteszi a gyomrot, meg lehet tőle halni azért. Az egészségfejlesztési iroda rendszeresen szervez programokat Moson-Magyaróváron és környékén. Azt tartottuk fontosnak, hogy az EFI, ami ugye a Karolina Kórházban található, az EFI iroda, ne csak Moson-Magyaróváron terjeszkedjen, úgymond, hanem a vidékre is eljussunk, ezért 26 kis településen fogjuk ezt a roadshow-t megvalósítani, hogy a vidéken élő lakossághoz is eljussunk ilyen egészségnapokkal, és ugye tudatosítsuk bennük az egészség fontos mi voltát. A mostani halászi egészségnap önmagában is számos lehetőséget kínál a vendégeknek. Lesz urológiai tanácsadás, lesz fogászati szűrés, nőgyászati rákszűrés, kismamatorna zajlik jelenleg, és lesz még házi patika összeállítása, egy ilyen konzultáció. Dietetikus tanácsadás is lesz, valamint első segélynyújtásról is tájékoztatni fogjuk az érkező vendégeket. Az asztalon többféle diétába beilleszthető cukormentes ételek, mákosalmás sütemények, zsíradék nélkül készült zöldség és gyümölcsipszek, zöldségkrémek kínálták magukat. Az egészséges táplálkozás minden beteg csoportban megelőző erővel hat, mondta az EFI állandó dietetikusa. Az EFI rendezvényeken attól függ a diéta ajánlás, hogy milyen problémával fordulnak hozzánk a kliensek. A legnagyobb betegségcsoport a cukorbetegség, szívérendszeri betegség, daganatos megbetegedések, és ezzel kapcsolatban a kezelés, illetve van megelőzés, ami a diétában is megjelenik. A programok minden korosztálynak szólnak. A gyógytornát is kipróbálhatták kicsik és nagyok egyaránt. A halászi egészségnap például kismama tornával kezdődött. Kovács Judit gyógytornász a fájdalmas mozdulatokon is tud segíteni, és rendszeresen tart bemutatókat. Igazából ezek tájékoztató jellegűek, és inkább figyelemfelkeltéssel, hogy megérezzék az emberek azt, hogy egy kis mozgással, odafigyeléssel a testünkre igenis tudunk változtatni magunkon, és nem muszáj idős korunkra magatehetetlen, nehezen mozgó emberekké válni. Az EFI roadshow-ja legközelebb Károlyházán lesz május 13-án, 16-án pedig Újrónafönn. Az egészségfejlesztési iroda uniós pályázati forrásból megvalósuló rendezvénysorozata 26 településre látogat el a térségben májustól októberig.